Hello mindenkinek, sziasztok! Na hát gondoltam már bejelentkezek, mert így élő adásként nem, mostában nem nagyon voltam. Na megvárjuk, hogy jöjjenek. Hello mindenkinek, sziasztok! Nyomkodjátok a lájkokat, szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm az újakat is. Csicsovszki Urdő bejelentkezett. Hello mindenkinek, sziasztok! Nyomkodjátok a lájkokat, jó? Aki még nem követett be, megteheti, kövessetek be, édeseim, így láthatjátok rendszeresen, hogy mikor jelentkezek be. Itt rendszeresen TikTokon ugye beszoktam jelentkezni élőbe, beszoktam menni vendégkérelembe, és közvetítek. Ugye tisztán látóként minden egyes olyan információt át szoktam adni az ügyfeleknek, legyen akár bármilyen beszélgetés, amikor egy elhuny szerette az adott személynek üzen, és éppen teljesen más témáról volt szó, megszólít az elhuny szerette, akkor én azt ugye át szoktam adni, tehát 2,5 órás, vagy akár 3 óra hosszás közvetítések itt TikTokon, természetesen ingyen itt vendégkérelemben, úgyhogy aki nem hisz az ilyen dolgokba, lehetőséget adunk mindenkinek, bekövet itt a TikTokon, és látni fogja, hogy mikor, hova jelentkezek be. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki privát közvetítést szeretne, vagy a szerelmének az életébe betekintést nyújtsak, ugyanúgy működök, tehát nem csak elhunytaknak a történetére tudok rákapcsolódni, hanem ugyanúgy az élőknél is működik. Szeretettel köszöntök mindenkit, nyomkodjátok a lájkokat, édeseim, ismét bejelentkeztem hozzátok, éppen reklámot alkottam, aztán gondoltam már csacsogjunk egy kicsit, mert sokan nem tudják, hogy hogyan működik eme csodálatos tisztánlátás, vagy amikor ugye egy adott személynek az életébe teljes mértékig a személynek, a szívébe betekintést nyújtok ugye egy-egy személynek. Hello mindenkinek, sziasztok! Moncsi, érdekel, mindenképpen keressél meg a Csicsovszki Úrnő jósol.hu oldalán, kérjél egy kombinált jóslást. A kombinált jóslásnál a jövendőléssel fogjuk kezdeni. Képek, különböző információ gyanánt fogunk kapni, azokat a dolgokat, ami téged körülvesz. Amennyiben az elhunytaktól jön az üzenet, közvetlenül át fogom neked adni. Semmit ne mondjál magadról, se az se, hogy kiről szeretnél hallani, mert pont ez a lényeg, hogy én meg fogom kapni a nevét az elhunyt szerettednek, mert ugye ő megtisztel engem, és elmondja, hogy mi vette őt körül, és mi az a fontos információ, amit neked át szeretne adni. Tehát ennek pont ez a lényege, hogy el is fogod hinni, hogy ténylegesen róla beszélek, neked közvetítek elhunyt szeretteid üzenetét. Szeretettel köszöntök mindenkit, ezen kívül is ugyanúgy működik a szerelmi jóslás, tehát az adott úriember, aki fontos a szívednek, tehát nem csak elhunytaknak az életére tudok rákapcsolódni, hanem ugyanúgy működik a szeretteinknél, aki fontos neked, ha esetleg 2 személy van az életedben, a 2 úriembernek az életére is ugyanúgy rá tudunk kapcsolódni, tehát mindent meg lehet tudni az adott személyekről. Szeretettel köszöntök mindenkit, nyomkodjátok a lájkokat, üdvözlök mindenkit. A Csicsovszki Úrnő jósol.hu oldala, azaz én hivatalos oldalam, tehát a Csicsovszki Úrnő jósol.hu oldalán közvetlenül ki tudjátok választani azt a jóslást, amit szeretnétek. Ez nagyon fontos, hogy tudjad, hogy melyik csomagot választod. Azért lettek leosztva a Csicsovszki Úrnő jósol.hu oldalán a csomagok, mert ugye nem mindenki szerelmi jóslást szeretne. Például, hogyha az alapcsomagot választátok, akkor közvetlenül egy felmérést fogok nálad működtetni. Egyébként minden egyes jóslásnál működtetem az alapfelmérést. Az alapfelmérést, ezt úgy kell elképzelni, hogy a gondolati síkodra fogok rákapcsolódni, tehát ami körülvesz téged, arról fogok beszélni, képek formájában kapom, lehet akár ugye az adott személyeknek közvetlen a keresztnevét is megkapom, de lehet éppen a munkásságát, tehát fel fogod ismerni, hogy kiről beszélek. Ezért fontos, gyerekek, hogy hagyjátok, hogy én közvetítsek egy jóslásnál, hát igazából ezek már jóslatok. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Információt adok át, hogy tudjátok, hogy nem csak elhunyt szeretteiteknek az üzenetét adom át egy közvetítéskor, egy jóslásnál, hanem ugyanúgy az élőkre is rá tudunk kapcsolódni, gyerekek. Ezért mondom, a rádiósok mindig azt mondják, hogy spirituális kémkedés, de működik a történet.
Honnan tudja, hogy melyik csomagot válaszza, ha azt várja, te mondd meg neki. Onnan tudja, hogy a csomagok, tehát személyek élete. Például, hogyha a kozmikus jóslást választod, akkor tudni fogom, hogy egy személynek az életéről szeretnél tudni. Ha önmagában egy teljes körű privát jóslást szeretnél, tehát ami azt jelenti, hogy visszamenőleg akár 40-50 évre menjek vissza a múltadba, tehát bármilyen elakadás, blokkról van szó, akkor a kombinált jóslást választ, mert hogyha a kombinált jóslást választod, akkor megnézzük ugye a jövőt, a jelent, és visszamegyek a múltba is, hiszen ugye önmagában látni fogom, hogy körülötted szinte mindig ugyanabba a hibába futsz bele, meg mindig ugyanolyan kapcsolataid vannak. Szóval így tudja az illető, hogy melyik csomagot válassza. Ha az alapcsomagot választod, ott gyakorlatilag egy alapfelmérést kapsz, tehát ott megnézem, hogy mik az elakadásaid, tehát ott lényegében az alapcsomag is tökéletes. A kozmikus jóslás, a kozmikus plusz jóslás, ott személyek élet, tehát gyerekek, van, akinek 10 pasit kell lepakolni. Hát szerintetek? Hát oda vagyok meg vissza olyankor. Hát nyilvánvalóan ugye ott plusz árakat számolok fel. A privát jóslás, édeseim, nem ingyenes, tehát nem a jóslásért fizettek, édeseim, az időmet fizetitek meg, minden hivatalosan működik. Itt a TikTokon, ha követsz, itt beszoktam menni vendégkérelembe, tehát itt ingyen szoktam közvetíteni az ügyfeleknek, vagy az adott személyeknek. Szervusz, Szuli! Igen, úgyhogy lényegében ezért is alkottam meg a weboldalt, ezért is folyamatosan jelentkezek be, folyamatosan megyek be emberekhez, főleg aki szkeptikus és nem hisz ezekbe a természet feletti jóslásba, lehetősége van, bekövet és részt tud venni, akár pont őt fogom megszólítani, vagy akár itt van Jakab, Matild, vagy itt van Szuli, és tegyük fel az egyik szerette, konkrét vezetéknével át tudom neki adni azt az információt, ami segíteni fogja a jelenlegi helyzetét. Hát gyerekek, voltak olyan sztorik, múlt héten is volt pont egy olyan történet, második világháborúba ott maradt bácsi, onnan közvetlenül úgy gondolta, hogy pont velem kapcsolatban szeretné azt az információt átadni a szerettének, ugye, hogy segítse a jelenlegi helyzetét, és elmondta, hogy mik azok a dolgok, amit meg kell becsülni a való életbe. És ugye a bácsi felvette a történetét. Tehát a közvetítésnél konkrétan megmutatkoztatott a történet. Tehát a bácsi elmondta, hogy mivel foglalkozott, mi vette őt körül. Akkor ugye jöttek a testvérek, voltak a testvéri harcok, és ténylegesen a második világháborúba ott maradt. Tehát gyakorlatilag rakságba maradt. Tehát ugye nagyon sokan, például vannak olyan személyek, például ugye nem tudják a mai napig, hogy milyen elhalálozása volt, hogy mi történhetett. Itt is közvetlenül egy jóslásnál az elhunyt lélek ugyanúgy megkeresett, és ugyanúgy át tudja adni az információt. Egyébként ezek csodálatos dolgok, mert nem idézzük a lelkeket, hanem egy jóslásnál közvetlenül ők adnak információt át egy jóslásnál. Tehát amikor elkezdem mondani a jelenlegi helyzetedet, vagy éppen a párkapcsolatodról beszélek, hallom, hogy Sanyi bácsi üzenni akar, aki nagyban ott volt mindig veled, gyerekként látta, hogy felnőttél, és elkezdem mondani a sztoridat, tehát ebben nincsen semmi olyan negatívum, úgyhogy ezek tényleg csodálatos dolgok. Higgyétek el, nálam is vannak még olyan dolgok, ami azt a mindenit, tehát van, mikor én is leesek a székre sokszor. Hello mindenkinek, sziasztok, szeretettel köszöntelek mindenkit, úgyhogy aki nem láthatta, vagy nem volt részes ennek a történetnek, kövessen be, édeseim, ugye rendszeresen szoktam bejelentkezni, aki privátba szeretne egy ilyen természet feletti csodát, akkor mindenképpen keressen meg a csicsovszki.urnőjósok.hu oldalán, tehát így remélhetőleg akkor értitek, hogy miről beszélek, hogy akkor melyik csomagot válassza a csicsovszki.urnőjósok.hu oldalán. Szia drága, azt szeretném kérdezni, hogy anyukám, aki feláldozta az életét, édesdrága szerelmem, keressél meg, jó? A csicsovszki.urnőjósok.hu oldalán. Szervusz drága Marian, hogy van a méltóságos úr? Bocs, mindig eszembe jut róla. Igen, úgyhogy nagyon imádom azt a operettet is. Hello mindenkinek, sziasztok! Szerelmi történet, tehát amikor az adott úriembernek a szívébe betekintést nyújtsak neked, a kozmikus jóslást válasszátok a csicsovszki.urnőjósok.hu oldalán, tehát nem csak kártyákkal működök, tehát tisztánlátóként mindenképpen tudnotok kell, hogy nem mindenkinek adatik meg az a biztos tutira fontos információ, a tiszta információról beszélek, gyerekek, tehát ezek nagyon fontosak, minden egyes kimondott szavainkért vállaljuk a felelősséget,
Tehát lényegében ezért is mondom mindenkinek, hogyha bekövetsz, látod, hogy mit is működtetek, szimpatikus vagyok neked, meg tudsz találni a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán, ott lesz egy regisztrációs lap, amit ki kell töltened, utána kapsz egy visszaigazoló e-mailt, ahogy beérkezik a visszaigazoló e-mail, ott tudsz utalni, ahogy beérkezik az utalásod, úgy állítjuk ki a számlát. Te milyen felelősséget válasz? Olyan felelősséget vállalok a minden egyes kimondott szavaimért a közvetítésnél, hiszen ugye azok az információk, amit én hallok, konkrét nevek, vezetéknevekkel, településekkel, tehát ezek mind-mind közvetítések. Nem tudom, hogy milyen más felelősségre, ha gondolod, főzhetek egy kávét, csak lehet egy pici több vizet fogok belerakni, vagy hogyha esetleg kihagytad reggel a tejet a konyhába, holott gyakorlatilag főzted a babgulyást, akkor lehet a tej már meglomlott, szóval azért nem igen én fogok vállalni felelősséget. Hello mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit, nyomkodjátok a lájkokat, édeseim, aki ingyen közvetítés szeretne, aki részt szeretne venni egy ilyen természetfeletti történetnél ingyen, gyerekek, akkor mindenképpen kövessen be. Itt ugye, aki követ, rendszeresen láthatja, hogy be szoktam jelentkezni, aki viszont ugye nem szeretné, hogy az egész világ hallja a történetét, akkor mindenképpen a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán megtalál, tehát be lehet regisztrálni. Szerbusztok, szia drága Mónika, üdvözlök mindenkit, most nem engedek be senkit, oké. Úgyhogy egy kérdés, akire gondolok, szeret engem, édes Matildom, keressél meg a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán, ott egy óra hosszán keresztül csak veled foglalkozzuk, megnézzük, hogy mennyire arrogáns, vagy mennyire szeret téged ez a kedves úriember, vagy mennyire abszurd a helyzet, hogy lehetetlen, hogy ne gyertek össze. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy teljes mértékig rá kell szánnom az adott személyre azt az időt, hogy teljesen tudjunk ugye együtt működni. Ezért is mondom mindenkinek, hogy semmit ne mondjatok magatokról. Higgyétek el, nálam szkeptikusabb ember nem volt a világon. Ezt most kajakra higgyétek el. Én mindig is azt mondtam, hogy majd, ha valakinek teljes mértékig elmondom az életét, vagy belelátok a szívébe, akkor azt mondom, hogy foglalkozok ezzel. Ma ugye nagyanyám még mindig ezzel zaklattak, hogy hát de Judit, hát izé, nem. Nem érdekelt addig, míg amikor már megfogtam egy embernek a kezét, és akkor elmondtam, hogy milyen története volt a porcleválásától kezdve, mit tudom én, szóval lényegében igen, tehát ez egy kőkemény dolgok, tehát nyilván csak azok tudnak ezekkel azonosulni, aki látott már természetfölötti történetet, vagy aki találkozott már olyan spiritisztával, aki kőkemény információkat adott át, amiről csak ő tudhat. Tehát így ezekről van szó. A próba jóslás, édesdrága szerelmem, gyere rendszeresen, beszoktam jelentkezni itt a TikTokon, gyere be vendégkérelembe, és csacsogunk. Tehát lényegében beszélhetünk akár a pörkölt főzésedről, vagy esetleg hogyan etted meg Olaszországba a langusztát, és amikor közvetlenül már hallom az információt, akkor át is fogom neked adni. Úgyhogy lényegében nagyon fontos, hogy a közvetítés nem kártya kipakolás. Tehát az, hogy jósol vagy jósnő vagyok, ez lényegében ugye a TikTokon meg alapjáraton valamihez be kell kapcsolni a titulusát az embernek, de egyébként ezek már jóslatok, amit...